talán porrá lesz minden, de az, ami kell, néhány pillanat megmarad, nem múlik el. A lényeddé válik csak a sír veszi el, amíg élsz, amíg vagy, beléd ég, mint egy jel. Egyszer majd valamikor vagy ég, talán a leges, legutolsó földi éjszakán megértjük, mit jelent az emberré lenni. Mennyire tudjuk magunknál is jobban az életet szeretni. 15 év, rengeteg album és koncert, videóklip és emlék. Ez jellemzi a Kowalski meg a Vega eddigi pályafutását. A 2003-as Pimasz Grimasz című első albumuk óta sok változáson ment keresztül a zenekar. A jelenlegi felállás azonban erősebb, mint valaha. Vagy csak a pénzt, érted az értelmet, vagy csak az ízt. Sok ember magányos magától menekül, sok ember közt is lehet egyedül. Ez az évünk egy átlagon felüli év, már hajtás szempontjából, mert sikerült úgy összehozni az évet, hogy ez az év a 15 éves jubileumi évünk, plusz még ezt akkor megfejeltük azzal, hogy ebben az évben egy új lemezt is készítünk, ami a jövő februárban fog megjelenni. Ez így picit soknak bizonyul, de egyébként meg szeretjük a kihívásokat, úgyhogy szeretjük mi ezt csinálni, édes teher mondhatni. Azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, amire számítottunk, a lemez készítés meg van csúszva, viszont a koncertek azok nagyon jól mennek, úgyhogy február 15-én ez évben, amikor a Budapest Arénás koncertet vártuk, akkor hát nyilván nagy izgalommal, ez nekünk az első Budapesti Arénás koncertünk volt, és az, hogy hetekkel előtte teltház volt, azt legmerészebb álmunkba se kiválhattuk volna. Nagyon jó sikerült, és utána nyilván nagyot is mer álmodni az ember, vagyis hogy hát úgy gondoltuk, hogy nagyon ne vegyük már lejjebb a lécet, ezért egy ilyen sportcsarnokos turnét indítottunk el, ami önálló szervezésben zajlott. Ez volt az első olyan turné, hogy saját hang, saját fény, saját vizuál, saját színpad, minden saját, kaptunk egy üres sportcsarnokot, és akkor el lehet kezdeni bepakolni. Egy komoly stábbal dolgozunk. Úgyhogy ez a 15 év, ez egy ilyen a zenekarnak is, a stábunknak is, aki kibővült már 25 főre, ez egy ilyen mérföldkő volt, és hát abba bízunk, hogy a következő 15 év, ami jövőre indul, az ugyanilyen mérföldkövekkel lesz teli tűzdelve, úgyhogy még tudjuk emelni a szintet továbbra is. Most, hogyha azt kellene mondanod, hogy megkérdezném tőled azt, hogy ezt a 15 évet egy szóban hogyan foglalnád össze, illetve mondjuk három mondatban, akkor ezt hogy néz neki? Hát egy szóval az, hogy sűrű. Három mondatban pedig, hogy tulajdonképpen ezért kezdtük el, ezt szerettük volna elérni, és nagyon hálásak vagyunk, ami a legfontosabb a közönségünknek, meg akár oda föntre is elmondhatjuk ezt, hogy ezt a zenekar meg tudta élni, és a 15. évében a jubileum évet abban a bizonyos arénában tudta megünnepelni a közönségével. Ez egy óriási elismerés számunkra, és egy óriási boldogság. És hát nem győzünk ezért hálásak lenni mindenkinek, aki ebbe segített nekünk, mert azért rendben vagy most már a színpadon hatan, adott esetben heten állunk, de ebben rengeteg ember munkája van. És itt gondolok a technikai személyzetre, a koncertszervezőinkre, a technikusainknak, a sajtósainkra, és még rengeteg olyan ember munkája, akit nem is gondolnák az emberek, hogy hozzásegítették a Kowalski meg a Vegát, hogy ide eljuthassanak. Nagyon szép út tényleg a tiétek, azt kell, hogy mondjam. Nyilván küzdelemmel és mindenféle alázattal teli, mert hát egyébként ezt profi szinten csak így lehet elképzelni, hogy azért nyilván lemondásokkal is jár az, hogy valaki zenész lesz. Azt gondolom, hogy az élet minden területére igaz. Ez lehet a sport, vagy akár az ember a munkájában megpróbál a legjobb lenni. Nyilván ez nem egy verseny, inkább úgy mondanám, hogy kitűz célokat, és azokat megpróbálja elérni, az mindenkinek lemondással jár. Lehet akár ez egy szobafestő mázoló is, aki a legjobb akar lenni, akit utána ugyanúgy keresni fognak, és azt mondják, hogy már pedig vele akarom megcsináltatni ezt, akkor annak nyilván rengeteg lemondással jár ez, hogy ő legyen a legjobb. Ezt csak most azért hoztam föl példának, mert pont ebben a helyzetben van a zenekar 45%-a. Szóval nyilván sok lemondással jár, de azt gondolom, hogy ahogy már beszélgettünk is erről, hogy ez egy édes terv számunkra, és hogy ez egy mindennapi elfoglaltsággal jár, nem csak azzal, hogy én hétvégén elmegyek koncertezni, vagy akár egy videóklip forgatásra, vagy lemez készíteni,
attól függetlenül 0-24-ben zakatol az ember agya, és nyilván megpróbál minél többet kisajtolni magából, és minél többet nyújtani a közönsége számára. Mert azt gondolom, hogy egy, a közönség meg is érdemli, kettő, meg nem tipikusan úgy vagyunk koncertzenekar, hogy oda megyünk, lejátszuk a koncertet, és már vége is van. Pont ezért próbálunk nagyot álmodni, pont ezért próbálunk nagy látványon, nagy vizuállal, tehát egy élményt szeretnénk nyújtani, ami, hogyha vége a koncertnek, akár egy ilyen többnapos feltöltődés is nyújthat. Bízunk benne mindazoknak, akik eljönnek a koncertre. Sajnálom a bocsásság, a küszöbb és a szeretet. Igen, sajnálom a bocsásság, a küszöbb és a szeretet. Mondom, sajnálom az bocsásság. Szerencsén, mivel készültök? Milyen, lehet valamit azért elmondani erről, hogy milyen dalokat hallhatnak azok, akik elmennek, vagy milyen látványt? Azt szoktam mondani, hogy ez az év a 15 éves jubileumi évünk, a 15 éves munkásságunkat próbálná bemutatni. Na most ez általában nem szokott sikerülni, mert nyilván minden koncert után megkapjuk azt, hogy ezt a számot mi nem játszottuk, azt a dalt mi nem játszottuk, hát igazából nem lehet, mert 10. nagy lemezre készülünk, már az új lemezről is játszani fogunk 2, akár 3 új dalt. Innentől, ha ezt nézem, ha minden lemezről csak 3 dalt játszanám, akkor 30 dalnál járunk, tehát nem gondolom, hogy ennyire le kell terhelni a közönséget, viszont igazából mindenki megtalálja a előző lemezünk, amit ugye tavaly jelent meg a 15 éves válogatás lemezünkben, azt a képet, amit mi úgy gondolunk, hogy a 15 éves Kowalski meg a Vegának a munkásságát így tudja jellemezni. Nyilván nagyjából erre lehet készülni, illetve arra, ami nem olyan rég megjelent videóklipünket is el fogjuk játszani. Tulajdonképpen a februárban megjelenő új lemezünkről 3 dalt is hallhat majd a nagy érdemű, hogyha eljön erre a koncertre. És hát azt szoktam mondani, hogy amit az arénában, vizuálban, fénytechnikában, látványban láttak az emberek, azt lekicsinyítve megpróbáljuk elhozni, nyilván a helyett a lehetőségek mesdjéjén, és általában úgy néz ki, hogy ez működni is szokott, úgyhogy hát mondjuk azt, hogy egy arénás koncertnek az ízelítője lesz, nyilván az egy majd 3 órás koncert volt, de azért is egy bő 1,5 órás koncertre lehet számítani. Nagyon fáradtak vagytok már így év vége felé? Hogy látod? Egyébként fáradtak, de azt kell mondjam, hogy soha nem a koncerten nyilvánul meg, és nem a koncertre fogná ezt az ember. Mivel a turné most indult, ugye ez a november-decemberi, inkább az előkészületek, az rengeteg egyeztetés, ami leterheli az embert, illetve a jövő évi februári Phoenix csarnokos koncertünk, amivel a következő 15 évet kívánjuk megnyitni, azoknak a tárgyalása, inkább azt mondanám ez, és nem feltétlen mi vagyunk erre a legjobb alanyok, de hát ez ezzel jár, ebbe bele kell rázódni, ezt ugyanúgy csinálni kell. Úgyhogy a koncerten általában mindig frissek vagyunk, megfigyeltem, volt olyan koncert nyár, hogy az 5. nyomtuk zsinórba, még 8 perccel a koncert előtt így körbenéztem, mondom, ez érdekes lesz, de az intro, mikor elindul, akkor úgy mindenki helyre zökken. Illetve hát szerintem titeket ezt tölt fel, azt, hogy látjátok, hogy a közönségnek tetszik az, amit csináltok, illetve az, hogy szeretnek benneteket. Hát abszolút, ez egy nagyon jó esőérzés egyébként, és hát nyilván azért ez benne van az emberben, hogy lehet, hogy ha ide jövünk Szerencsre, vagy bármelyik helyre koncertezni, az az ember lehet, hogy már 2 éve várja a zenekart, vagy abban az évben csak arra az egy koncertre tudott eljönni, ezért akárra játszunk, inkább a 110%-ot próbáljuk hozni. Közvetlen dalszövegeik, emberközeli és egyben sodró hangulatú koncertjeik nyomán már az ország egyik legnépszerűbb zenekarává váltak. A dalaik a nagybetűs életről szólnak. Aki ismeri a Kowalski meg a Vegát, az pontosan tudja, hogy ők csak az életről énekelnek. A csapat mottója is lehetne a 2010-ben megjelent 5 csillagos című album, Ki van ez találva című dalának egy sora. Mindennek oka van, ez tökéletes világ. Hát
és ez látszik is, én azt gondolom, minden ilyen koncerten. És hogy álltok most az új lemezzel? Milyen dalokat várhatunk, vagy mire készüljünk? Mert még ugye ez nálatok van, meg fejben, meg illetve már félkész állapotban, de még mi ezt nem tudjuk. Azt várjuk el, amit eddig, vagy kicsit lesz benne egy kis más hangzásvilág, vagy az, amit a Kowalski meg a Vega nyújt, azt kapjuk majd most is? Azt gondolom, hogyha nem lett volna válogatás lemez, és csak erről a 10. nagy lemezről beszélünk, akkor ez egy olyan lemez lesz, ami mondjuk a 15 évet így át tudná ölelni, csak teljesen új számokban. Hát Árnyék és fény lesz a lemez címe, ami még változhat szerintem még a lemez leadás előtt egy órával is nyilván. 10 dalra készültünk, 10. nagy lemez, akkor 10 vadonatúj dal, most már a 12-et fogjuk följátszani, tehát én már nagyon bízom benne, hogy le fogjuk adni az anyagot, mert még ezt tovább húzunk, akkor még több dal kerül rá. Hál' Istennek nagyon termékeny a zenekar, Kovánokból megdőlnek a szövegek, meg a énekdallamok, úgyhogy ezzel a zenekarnak soha nem volt problémája, hála a jó Istennek. Azt mondhatom, hogy talán majd, aki mondjuk az első lemez óta figyeli a zenekart, az is talál olyan dalt benne, ami arra mondjuk azokat az érzéseket fogja előhozni belőle, hogy úristen, ezt mondjuk a ilyen jellegű dalokat az első-második lemezen hallottam. Egyébként, mivel Szebényi Danit bevettük a zenekarba, mert egyre több billentyűs hangszert használtunk már az újabb dalainkba, nyilván más hangszerelést kapott már ez a lemez. Azt gondolom, hogy érettebb lett a zenekar, és sokkal összeszedettebb. Azt nem mondom, hogy komolyabb dal, vagy komolyabb lemez született, tehát ettől még eznek lesznek bulizós, mondjuk használjuk így nyári koncertezős lágeresebb dalai, meg nyilván lesznek mély érzelmű mondani való dalok is, mint a legutóbbi megjelent videóklipünk is ugye ezt boncolgatja. Ráadásul azért Kovánnak a szövegvilága, a mondani valója, azért ez mindig azt gondolom mindenkinek akár mást is jelenthet, mert mindenki megtalálja benne azt, amit ő úgy gondolom, hogy le tud ebből szűrni, vagy ami az ő életét mondjuk vagy befolyásolja, vagy az ő életében már megtörtént. Tehát ilyen szempontból nyilván szövegcentrikus lemezre lehet számítani. De azt gondolom, hogy a zenei része is elég jól össze lett téve. Majd, hogyha múlt időben, akkor beszélünk, hogyha ezzel tényleg kész vagyunk. Jó ütemben jön, azt gondolom, ez a nagy lemez, mivel annyi ötlet született, annyi új inspiráció érte a zenekart. Nyilván volt ennek a 15 éves évet megelőzően egy komolyabb felkészülése, mind mentálisan, mind mindenkinek otthon, hogy mondjuk egy budapesti arénás koncertre hogy készüljön fel az ember, és ebből kifolyólag azt gondolom, hogy ez az évben egy sokkal érettebb emberekként bízom benne, sokkal érettebb emberekként tudtuk elkezdeni ezt az évet. Tehát az egy mérföldkő volt, ahogy szokták mondani, de úgy is éltük meg azt a koncertet. Mégpedig olyan szinten, hogy nem szeretnénk lejjebb adni, és azt gondolom, hogy a zenekar érett is arra, hogy sportcsarnokban nagyobb helyeken játszani, és megpróbálja mindenféleképpen a következő 15 évet, hogy mondjam is, ilyen helyekre elvinni ezt a produkciót. Tehát nem szeretnénk egyetlen egy koncertet se úgy megcsinálni, hogy annak hakni jellege legyen. Nem is vállalunk olyat. Egy nap nem is vállalunk több koncertet, ami mondjuk ezelőtt pár évvel még mondjuk szóba jöhetett volna. Csak arra az egy koncertre koncentrálunk, és minden energiánkat arra az egy bulira helyezzük. Többször mondtad itt ebben a részben, amikor most beszélgettünk az Érecút. Azt gondolom, hogy ugye betöltötte a zenekar a 15. életévét. Tehát az azt jelenti, hogy most már a felnőtt életküszöbére lép lassan a zenekar, tehát már kezd a tinédzser korból kimenni, és ez látszik is, gondolom, majd a szövegekben is. De mondjuk érdekes az, hogy koncerteken, amikor körülnézünk, vagy ott vagyunk, akkor látjuk a nagymamát, az unokát, az apukát, az anyukát. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bizonyos korosztálynak szól a ti zenétek, hanem látjuk azt, hogy mindenki, tényleg mindenki megtalálja azt benne, amit ő szeretne, illetve olyan lelki állapotban van, akkor lehet, hogy a vidámabb dalokat hallgatja, ahogyha kicsit rosszabb, akkor pedig a melankólikusabbakat is. Igen, és számunkra ez nagyon nagy boldogság. Tehát azt gondolom, egy zenekar működésében
első 10 vagy 20 év után nyilván azon lesz a hangsúly, egy újabb generáció, tehát az ő generációján túl a következő generációt is meg tudja szólítani a zenéjével. Ez ugye nyilván abból következik, hogy a zenekar meddig lesz aktuális, mondjuk ki. Mivel rengeteg családot látunk, rengeteg nagyon fiatal kisgyereket, kislány, akármi kisbabával is eljönnek egy koncertre, ezért maga a Kowalski meg a Veg egy nagyon-nagyon szerencsés helyzetben van. Azt mondhatom, hogy a koncertjeink nagy része inkább már ilyen családi programmá nőtte ki magát, és ilyen szempontból örülünk is ennek, hogy a családok együtt el tudnak menni, nem csak külön a szülőktől a tinédzserek más szórakozási formát választanak, hanem akár ebben jelen esetben így a tinédzser és a kisebb gyerek, szülő, nagyszülő, ahogy te is mondod, 3-4 generáció is el tud egy Kowalski meg a Veg a koncertre jönni. És hát nyilván abban meg teljesen igazad van, hogy nagyon sok ember, amiket mi kapunk leveleket, rengeteg erőt merít ebből, és nyilván nem ez a célunk, nem akarunk mi egy ilyen megmondó prédikátor szerepbe tündökölni, szó sincs erről. Olyan dalokat készítünk, amiket mi úgy, ami mondjuk nekünk tetszik, és úgy gondoljuk, hogy fontos róla beszélni, itt most a szövegekre értem, és hogyha ez az emberekhez úgy jut el, hogy ő nekik ez erőt ad, vagy energiát ad a hétköznapokhoz, az nekünk csak egy nagyon-nagyon megtisztelő dolog. A zenekar laza, popos, táncolható, modern, saját bevallásuk szerint zsivány popként apostrofált zenét játszanak, amely a pop és rock alapok mellett blues, jazz, hip-hop, drum and bass és R&B elemeket is vegyít. A számok szöveg és dallamvilága a már ismert Kowalski stílusjegyek mellett a humort és az öniróniát is felvonultatja egy-egy dalban. A szöveg az, ahogy említetted is már többször, nálatok nagyon fontos és nagyon hangsúlyos is, illetve hát ugye most Magyarországon a magyar zenében nem látom én legalábbis azt, hogy ennyire mélyen belemennének dolgokban, mint mondjuk, hogy ti is, és meritek vállalni a nagyon szép dolgokat is, és a kevésbé szép dolgokat is, és hát nem csak egy illúziót láthatunk mi, hanem tényleg azért egy őszinte dologról van itt szó tulajdonképpen. Kovával szoktam nyilván erről beszélgetni, mert nekem fontos is, hogy vele beszéljek erről, hogyha mondjuk egyre jövök egy interjúra, akkor tulajdonképpen ezt hogy kellene megfogalmazni, és hogy mivel ő írja a szövegeket nyilván, ez belőle jön, és nagyon sokszor arra lyukadunk, ezek a dolgok azért nagyon egyszerűen vannak megfogalmazva. Csak nagyon sok embernek nyilván szíven üti egy-két dolog, hogyha jobban így megfigyeli a szöveget, hogy miről is szól az a dal. Aki pedig felületesen nézi meg, vagy hallgatja meg a dalokat, ami mondjuk jellemző volt az 5 évvel ezelőtti időszakra, sokan titulálták a zenekart ilyen kis vicces zenekarnak. Mondjuk lehet, hogy egy olyan videóklippel jöttünk ki, vagy olyan volt a produkció a színpadon, de most jutott el az elmúlt 3 évben, azt gondolom az emberek tudatában az, hogy itt milyen mély dolgokat is boncolgat ez a zenekar, vagy kova milyen mély dolgokról énekel, csak nyilván azért ez egy szórakoztató műfaj, és azért azt szeretnénk, hogy az emberek a mi koncertjeinken azon ki, hogy elgondolkoznak dolgokon, az érezzék is jó magukat. Tehát nyilván lehetne ezt sokkal filozófikusabban is megfogalmazni, de egyébként azért is szerethetik a gyerekek, vagy azért is élvezhetik a koncertjeinket, mert nyilván ők is értik valamilyen szintig, hogy miről szól az a dal, az ő gondolatvilágukban is ez megjelenik valamilyen szinten, és ebből kifolyólag ők nyilván leszűrik azt a részét, mondjuk az Amilyen hülye vagy egy Úgy szeretlek című dalból, nekik tetszik valamilyen szinten az a dal. Innentől fogva ez mindenkinek jelent valamit. És nyilván azt gondolom, minél több évet megélt, vagy minél intenzívebben éli az ember az életét, talán annál több olyan dal juthat el hozzá a Kowalski meg a Vegától, ami jobban elgondolkodtatja. Nyilván nem a gyerekeket célozzuk meg, bár szoktuk mondani, akár a hogyha a Szarkát játsszuk azt a dalt, hogy akár még ilyen névvel, mint a Kowalski meg a Vega, még egy ilyen gyerekzenekar is lehetnénk, de hát nyilván nem erről van szó. Egyébként annak is komoly mondani valója van annak a dalnak is, most csak, hogy kiemeljek egyet a régiek közül. Örülünk neki, hogyha az emberek ebbe feltöltődést vagy
legalább addig eljutnak, hogy elgondolkozzanak a saját életükön, mert azt gondolom, hogy utána talán szebbek is láthatják ezt a világot, ami minket körül lesz. Lehet ezt a kérdést nem neked kellene most feltennem, de te egyre biztosan vagyok benne. És de mégis azért szeretném megtudni, hogy születnek egyébként ezek a dalok. Mi ezt hogy képzeljük el, hogy otthon ül Kova, és ott gondolom nem görcsöl ezen, hanem valahogy jönnek ezek a életérzések, vagy jön egy-egy olyan szituációra, amire azt mondja, hogy na ezt szeretném leírni, és vesz gyorsan valahol egy papírt, vagy a telefonjába, bepötyögi. Hogy van ez? A zenekaron belül már úgy kell elkezdeni, hogy több dalszerző van. Már inkább úgy szoktam ezt mondani, hogy alapötletet hozó ember. A dalok általában egy akusztikus gitáron is eljátszhatók, ami nagyon fontos, azt gondolom, mert a harmónia meneteket vagy Robi, vagy Dani, vagy a másik Dani egy alapvázat hoz. És akkor Kovával ketten elkezdenek egy ilyen vázat, vagy találkoznak volna, teljesen mindegy, ez a zenekartól ilyen szempontból független, hogy egy alapváz, egy alap harmónia mellett elinduljon, amire otthon Kova elkezd halandzsa angollal először énekdallamot kreálni. Na most abból kellene egyszer majd lemez kiadni, mert az marha jó szokott lenni. De ezt egyébként Magyarországon minden zenekar szinte így csinálja. Ez a halandzsa angollal, ott olyan nyújtott hangok tudnak születni, hogy ezzel így el lehet kezdeni tulajdonképpen a dalokat így összeteszegetni. És akkor nagyjából megvan az, hogy körülbelül erre indulunk, illetve Kovának jön egy ötlet abból a harmónia világból, vagy olyan hangulatot kap ő attól, ami elindítja a szöveg megírásában, onnantól kezdve kezd el a zenekar dolgozni, mindenki a saját részén. De most ez addig szokott működni, amíg el nem megyünk a stúdióba, és ott a zenei producerünk Moszi darabokra szedi a dalt, és kezdhetjük hangszerenként újra összetenni. Nyilván meg lesz a dalnak a váza, de egy ilyen külső fül egyébként mindig nagyon jó tud jönni a zenekarnak. Nem véletlenül van ez a, hogy mondjam, az foglalkozás, nem csak stúdiósról beszélünk, egy zenei producer azért jó tudja lenyesegetni azokat a fölösleges gajakat, amik tulajdonképpen nem biztos, hogy elősegítik azt, hogy a dal jó sikerüljön. Úgyhogy ezért szoktam volt mondani, hogy ez egy több ember munkája, de a nyers váz, a szöveg az meg 100%-osan egyébként. A nyers váz, dal, összetétel az ilyen párokra alakul, de a szöveg 100%-ban abszolút Kova munkája. Néha felszokott hívni, hogy szerinted melyik szó passzolna oda jobban, úgyhogy ez már egy óriási előrelépés. Ez már egy olyan 2 éve működik, és körülbelül ez egy lemeznél talán még 2 nótában is lehet, hogy kikéri mondjuk vagy az én, vagy a többiek véleményét, de általában ezben nem is akarunk beleszólni, mert azt gondolom, hogy Kovát az teljesen erre teremtette a Jóisten onnan föntről, úgyhogy neki abszolút ez a dolga, és azt gondolom, hogy ezt nagyon jó is csinálja. A Kovalszky meg a Vega zenekar jubileumi évét Budapesten nyitotta meg évelején az Arénában, és 2019. február 16-án Debrecenben a Főnix csarnokban zárja, ami új koncertévük megnyitója is lesz. Még egy kérdést szeretnék feltenni, hogy tervezitek a 2019-es évet? Van-e már valami, ami alapján indultok, vagy hány koncertetek lesz? Hát én valamit, megnéztem a naptárat, és meglepődve tapasztaltam, hogy most kis túlzással a nyarunk az elég jó be van táblázva már most. Általában másfél évre gondolkozunk előre, tehát azt, hogy jövőre mit csinálunk, azt én nagyjából már ugye nyáron tudtuk, hogy a jövő év végéig hogy fogja Őri Feri a koncert szervezünk, és Sapó Tomi a turné menedzserünk összehangolni, hogy a zenekar mit is fog csinálni valójában. Mi azt terveztük el az arénás koncert után, hogy minden évet úgy szeretnénk elkezdeni, hogy egy nagyobb arénába kezdi a zenekar az évet. A januárban akkor mindig jó föl lehet rá készülni, az egy holt időszak általában a zenekarok 80%-ánál, így nálunk is. Az egy, mondjuk az, hogy pihenő időszak, de annyira pihenő, hogy most a február 16-ai Főnix csarnokra készülünk. Lesz egy-két érdekesség, szimfonikus zenekar is meg fog jelenni a színpadon, úgyhogy majd velük is kell nyilván januárban erre fölkészülve próbálni. És utána egy kis időre eltűnünk az országból, lehet ilyet mondani. Európában most már olyan
sokan élnek külföldön is, hogy nem szeretnénk őket, hogy úgy mondjam, hiányérzetbe hagyni. És mivel tavaly volt először, hogy mi elmentünk Európába Londonba koncertezni, ami nagyon jó sikerült, idén most már ebből egy ilyen turné kerekedett, tehát fogunk menni Münchenbe, Bécsbe, Londonba, Dublinba, Felvidékre, Erdélybe, és tulajdonképpen mi majd azt mondhatom, hogy március végén kezdjük Magyarországon itt a turnét, ami nyilván sportcsarnokos, a 10. jubileumi nagylemezünknek a bemutatója lesz. Sportcsarnokokban az összes nyári fesztivál, rengeteg meghívást kapunk, nyilván mindenfelől városi rendezvényekre, ami a nyarat le is terheli tisztességesen, és általában nekünk a nyár az október második hetéig tart, ez így volt idén is, meg így megy már ez tulajdonképpen az elmúlt 3 év óta, csak október második hetén befejezzük a koncertezést, akkor kapunk egy 2 hét pihenőt, ami nyilván arról szól, hogy a november-decemberi önálló arénás koncertre vagy fogunk felkészülni. Terve van, ez még nincs kiforva, de jövő év végén november-december egy arénás nagy turnét fogunk csinálni. Nagyobb városokban volt tényleg ez az 5000-es férőhelytől fölfelé lévő arénák vannak, és 2020 februárjában Budapesti arénával záródik a 10 éves jubileumi nagylemezünknek a záró koncertje. És onnantól pedig majd folytatjuk tovább. Köszönöm szépen a beszélgetést is, illetve hát köszönöm szépen a koncertélményeket is, várjuk a nagyon jó dalokat továbbra is. Igyekszünk, és hát mindenkit nagy szeretettel várunk. Köszönöm. Én is köszönöm. Nem látod még a jövőt, mert elakít az út, ha sötét a múlt, de azt vakon felismered, aki úgy ad, ahogy kér, aki nem hibákat keres önzetlenül, csak szeret pusztán azért, mert élsz. Órá lesz minden, de az, ami kell, néhány pillanat megmarad, nem múlik el. A lényeddé válik, csak a sír veszi el, amíg élsz, amíg vagy, beléd ég, mint egy jel.